A shorts tényleg tönkre teszi a YouTube csatornád? Egy ideje itt van velünk ez a rövid videós formátum, ha akarjuk, ha nem, el kell fogadnunk, és ha úgy van tartalmat kell gyártanunk ezzel a formátummal is, hiszen rengeteg ember fogyaszt rövid videókat manapság. Nem is ez a kérdés, hanem inkább az a kérdés, hogy ez jót tesz-e hosszú távon a YouTube csatornánknak. Ahhoz, hogy komplex választ tudjak erre a kérdésre adni, vissza kell mennünk a kezdetekhez. Amikor még béta volt a YouTube shorts, már akkor is tesztelgettem, nyilván akkor még senki nem ismerte, és senki nem használta ezt a funkciót, viszont eljött a pillanat, amikor nyilvános lett, és elérhető vált mindenki számára, és úgy fel is fette a YouTube, hogy ó, nézzétek, hát eddig ezen dolgoztunk, eddig csak béta volt, most már használhatjátok, és akkor rengeteg ember külön YouTube csatornát készített, a YouTube Shorts videóinak. Hiszen akkoriban még nem tudtuk, hogy ez milyen hatással lesz a csatornánkra, nem tudtuk, hogy egyáltalán pozitív vagy negatív végkimenetele lesz annak, hogy most elkezdünk rövid videókat készíteni. Mindenki attól félt, hogy az egyik metrikát, ami azt mutatja, hogy átlagosan körülbelül hány percet néznek a videódból, le fog csökkenni, és akkoriban egy nagyon fontos mérőszám volt ez, emiatt az emberek nem bíztak a shortsba, hiszen ha mondjuk 10 perces videókat készítesz, átlagban mondjuk tegyük fel 5 percig nézik, akkor egy 1 perces videó, amit tegyük fel mondjuk fél percig néznek, az nagyon rontani fogja a statisztikát, ergo akár rossz hatással is lehet a csatornádra. Most többek között én is készítettem egy shorts csatornát, Zsozi atya is, a The VR is, és Mr. Beast is. Mindenki ezen a csatornán idézőjelesen kísérletezett, hiszen, mondom, még nem tudtunk semmit erről az új dologról. És ahogy teltek múltak az idők, most meg lehet nézni, hogy például a The VR is beszüntette a Shorts csatornáját, és a fő csatornára is pakolnak Shorts videókat, illetve az én Shorts csatornám is átalakult, és egy ilyen teszt jellegű csatornává fejlődött tulajdonképpen, és vannak ott mindenféle videók, amikkel így kísérletezek. De ha megnézzük a legnagyobb YouTuber-t, aki a világon most jelen pillanatban a második legnagyobb YouTube csatornával rendelkezik, ő ugye MrBeast, akkor nála is láthatjuk, hogy eltűnt a Shorts csatornája, vagyis hát át konvertálta magát Mr. Beast 2 szóval rendkívül kreatív elnevezést kapott ez a csatorna, és ott is kísérleti jelleggel vannak tartalmak, rövid és hosszú formátumú videók, emellett pedig a fő csatornájára is elkezdte felpakolni a shorts videóit, szóval ja, mindenki megbízott most már a shortsban, hiszen a YouTube közölte, hogy ezeket külön nézik, szóval, hogy a statisztikák nem fognak egybeolvadni, és nem lesz egyik a másikra negatív hatással, és ezt mi elhittük. Egészen idáig, aztán mostanában elkezdődött egy hadjára a YouTube shorts ellen, ugyanis kiderült pár creator számára, hogy a YouTube Shorts igenis nagyon-nagyon-nagyon rossz hatással van a hosszú formátumú videónkra, és így összességében a csatornánkra, hiszen többen arról számoltak be, hogy amikor elkezdtek rendszeresen shorts videókat gyártani, akkor a shorts nézettségek megindultak, cserébe viszont a hosszú videók nézettségei elkezdtek csökkenni, ezzel együtt pedig a bevételek is csökkentek, hiszen tudjuk, hogy a YouTube shorts az nem igazához ö, szemben látható összegeket, a legtöbb youtuber még mindig a nagy videókból szerzi a fő bevételét, és ugye, ha egy nagy csatornád van, és elkezdesz csökkenni, akkor az nem egy olyan fán dolog, és az egyik ilyen youtuber készített is erről egy videót, és Twitteren elkezdett ö, posztolgatni erről, hogy ő most hamarosan törli a shorts videóit Na, a nagy csatornájáról, egyébként neki egy 1 millió feliratkozós YouTube csatornája van, szóval eléggé nagyba tolja, és törölte is. Törölte, képzeljétek el? Törölte az összes shorts videóját, bár a statisztikák szerint egyébként nem több millió megtekintést értek el ezek a videók, de lehet, hogy már korábban törölte, nem tudom. Én a Social Blade-ben csak pár százezeret látok, szóval ez olyan, mintha én kitöröltem volna az egyik népszerű shorts videómat. Ja, itt, itt már fura a sztori, viszont van az első tweet, hogy goodbye shorts, szépen elköszönt, illetve itt a második, figyelem, a rövid filmek, az a rövid videók lerombolhatják a YouTube csatornád lendületét. A csatornámon végzett tesztelés és az adatok megtekintése után az eredmények nem voltak jók, és megerősítette azokat alkotó csoportja, akikben megbízom, szóval más youtuberek is alátámasztották. Az a döntés, hogy mondja, eltávolítom a shortsokat a csatornáról, új csatornára helyezem. Nos, látjátok, el is távolította, új csatornára helyezte. Itt van még egy youtuber, aki szintén megtette ezt. Látjátok, hogy márciusban, áprilisban nagyon sokan nézték, aztán hirtelen lecsökkent az egész, hiszen, mint látjátok, gondolom ő is letörölte a sorszokat, és szépen talpra állt a csatorna. Ja, ilyenre is van példa. Illetve a következő érdekes tweet, ugye ez az, amit mondtam, hogy csökkentek a hirdetési bevételek, stb. Illetve itt van megint egy másik alkotó, aki felvázol egy szitút, hogy van egy ismerős aki ugyanebbe a cipőbe járt, és neki választani kellett, vagy rövid videókat készít, és ugye ezeket jobban is szereti, emiatt pedig feláldozza ugye a hosszú formátumú videóit, mivel ugye a shorts rossz hatással van a hosszú videókra. Van egy második csatornája, ahol viszont hosszú formátumú videókat fog felrakni, mindenképpen egy olyan döntést kell meghozni, amely nagyon buta. Szóval, hogy vagy a podcastet csinálsz, podcast csatornád legyen, ha sorc, akkor sorc csatornád, szóval mindent formátumok szerint kéne ugye külön szedni. Youtube-nak óvatosnak kell lenni, ha egy újabb TikTok klónná válnak, elveszíthetik a legnagyobb előnyüket, hogy a Youtube a prémium hosszú formátumú tartalmak otthona, és ugye a hirdetők számára ez értékes. Nos, ebben van valami, és erre mindjárt vissza is fogunk térni, ugyanis ez egy nagyon fontos topik. De még, még, egy érdekesség, ugye elindította a srác a Twitteren ezt a hadjáratot, hogy ő most törli a sorcokat, és már is jött egy YouTube dolgozó, aki szépen beoltotta. Ugyanis azt írta, hogy egy nagyon gyors pillantást vetettem a csatornádra, összehasonlítva az elmúlt 6 hónapot az előző 6 hónappal. 39%-kal kevesebb hosszú formátumú videót töltöttél fel, de a hosszú formátumú megtekintései csak 20%-kal csökkentek. Feltöltésenként 30%-kal több hosszú formátumú megtekintést kaptál, mint korábban. Szóval a statisztikákat tulajdonképpen picit más szemszögből megvizsgálva azt láthattuk, hogy megtekintések terén nem volt ez negatív hatással a csatornára, mint az, hogy elkezdett shorts videókat gyártani, viszont a bevétel szempont nem derül ki ebből a tweetből. Szóval nekem érdekes ez az egész szitu. Emellett pedig kaptunk egy tök jó leírást egy másik YouTube dolgozótól, szóval vannak akik csak shortsot néznek, így nem fognak látni, ha nem használják a shorts Mások csak bizonyos kategóriába kategóriákat néznek sorcon, például 30 percet. táncot, de nem biztos, hogy egy 30 perces táncvideót videót is meg akarnak nézni. Tehát a short videók valószínűleg egyre népszerűbbek lesznek mobilon, a hosszú tartalmak pedig a tévén, ez is egy tök érdekes ilyen előrevetítés. Néha együtt kell mennünk a közönségünkkel, vagy oda kell mennünk, ahová ők mennek. Máskor meg kell találnunk, hogy alkotunk mi az, ami kielégít bennünket, erre kell koncentrálnunk. Egyes sztorik jobban vonzóak egy perc alatt, valószínűleg mások jobbak és vonzóbbak körülbelül 10 perc körül, vagy hosszabb ideig. Ja, hát igen, van olyan tartalom, ami való, a shortsba is van olyan, ami nem, ezzel én is egyet tudok érteni. Arra bátorítok mindenkit, és itt jön az érdekes rész, akit érdekel a shorts próbálja ki őket a fő csatornán, és nézze meg, hogy összeadódnak-e, azaz, hogy kiegészítik-e normál videókkal egymást. Ha nem fontolja meg őket egy külön csatornán, mert lehet, hogy külön közönség számára vonzóak, és ha úgy gondolja, hogy a hosszú formátum csúszik, azaz, az, hogy ugye csökken a megtekintés, összpontosítson a hosszú videók stratégiájára. A nézők azt mondták nekünk, hogy hajlandóak hosszabb videót nézni, de a videók mesterséges kitömésével furán fordít ez, de direkt lefordítottam nektek, kevésbé vonzó történetmesélés iránti toleranciájuk jelentősen csökkent. Szóval arról beszél, hogy a sor kitolta az inger küszöböt, tehát már egy unalmas videót nem tudnak megnézni az emberek, legalábbis szerintem erre gondol, de egyébként tök érdekes, hogy ők, mint Youtube azt mondták, hogy hát ki kell próbálni a fő csatornán, továbbra is erre biztatnak, mint ahogy eddig is ezt tették. És menjünk egy picit vissza az időbe. Volt egy videóm, amiben beszámoltam én is a shorts negatív oldalairól, hiszen vannak negatív oldalai, mint például lesz, hogy kitolja az inger küszöböt, és egyre több és több és több inger kell az embereknek, és ezt a nagy videókban is alkalmazni kell. Tehát sokkal több munka most már egy nagy videót is megcsinálni. Na de ebben a videóban, vagy nem biztos, hogy ebben, de volt egy videóban, amiben kitértem arra is, hogy az algoritmus eleinte nem működött, szóval, hogyha volt egy shorts videód, és azt megnézte valaki, akkor nem feltétlen ajánlotta neki a normál videót. Nos, ezt most már kiavították, ugye kaptunk egy funkciót, ami arra jó, hogy a rövid videódat össze tudod kötni a hosszú videóiddal, legalábbis egy sorcot egy normál videóval össze tudsz kattintani, és akkor át tud menni az ember, is meg tudja nézni mondjuk a teljes verziót, vagy egy tök másik videót, ami kapcsolódik a sorchoz. Szóval, ezt is javították, így ha valaki megkérdezi most tőlem, hogy indítson -e egy shorts csatornát külön, azt tanácsolnám, hogy ne tegye. Nyilván ez változhat, szóval lehet, hogy egy fél év múlva kiderül, hogy tényleg, tényleg csökkennek a bevételek, és tényleg csökkennek a, a hosszú formátumú videó megtekintések is a shorts miatt, de jelen pillanatban a saját csatornámon azt látom, hogy a kettő kontent most, hogy megjött ez a híd, és lehet linkelni, szépen kiegészíti egy és egyre inkább azt látom az én táboromon is, hogy egyre több shorts néző néz, hosszú videókat is. Lehet, hogy én csinálok valamit túl jól, de szerintem nem. Szerintem, hogyha ügyesen csinálod, és ugyanarról szól a shorts contented, mint a fő contented, akkor ki tudják szerintem egészíteni egymást, és akkor bár vétek lenne külön csatornára pakolni őket. Nyilván folyamatosan kísérletezni kell, ha valami nem megy, akkor annak időt kell adni, és, és nem kell mondjuk három shorts videó után feladni, és azt mondani, hogy hát ez nem működik az én csatornámon, és, és kiszállni belőle az Na, ja, a YouTube-on sok mindennek idő kell, úgyhogy ennyit tudok mondani. Lényegében a végére is értünk, és még egy fontos hírt ö, tartogattam itt a végére. Jelentés: A YouTube aggódik amiatt, hogy a shorts kanibalizálja a hosszú formátumú videókat. Az elmúlt években a YouTube többször hangoztatta és megmutatta, hogy a rövid formátumú videók nagy prioritást élveznek. Hát nyilván le kell nyomni a TikTokot, szóval emiatt is van, hogy ilyen prioritást élveznek. Egy új jelentésből kiderül, hogy belső aggodalmak merültek fel ezzel kapcsolatban, hogy a YouTube Shorts kanibalizálja a hosszú formátumú videók üzletágát. Megvitatták annak kockázatát, hogy a hosszú formátumú videók, amelyek több bevételt termelnek a vállalat számára, formátumként kihalnak. A belső adatok azt mutatják, hogy az alkotók kevesebb hosszú formátumú videót készítenek, a fogyasztói étvágyi hiánya miatt. Na ez egy hatalmas probléma, és talán, talán ez a cikk, akár igaz, akár nem, logikusnak tűnik, és elgondolkozhatunk rajta, hogy akkor valójában mennyire érdeke a YouTube-nak az, hogy árcson a rövid videókkal a hosszú videóidnak? Mennyire érdeke az, hogy te csak shorts videót gyárts, és ne csinálj hosszú formátumot? És mennyire érdeke, hogyha bármilyen hiba fellép, és egy, tegyük fel, tényleg van egy, ilyen, van egy ilyen dolog, hogy a shortsok negatív hatással vannak a hosszú videóidra, semmennyire nem érdeke a YouTube-nak az, hogy ne nézzenek az emberek hosszú videókat, sőt, sőt, nekik abban van a pénz, szóval igazából nekik az az érdekük, hogy inkább azokat nézd. Most nyilván prioritás az, hogy a TikTokot le kell nyomni, de szerintem amint le van nyomva a TikTok, a shorts aranykora is talán véget érhet, és rá fog menni talán arra a YouTube, hogy a shorts nézőket valahogy átterelje a hosszú formátumú videókra, hiszen neki abból jön a pénz. Úgyhogy én emiatt is mondanám azt, hogy nyugodtan lehet szerintem a főcsatornán csatornán shorts videózni, de hogyha tényleg nem bíztok ebbe, akkor indítsatok egy külön csatornát. Tulajdonképpen ennyi lett volna már ez az eszme futtatás. Írjátok meg, hogy ti mit gondoltok, ugyanis ez most egy olyan téma, amiben nincs nincs tulajdonképpen igazság, van egy YouTube álláspont, és a kreatorok is többféle álláspontot vallanak, úgyhogy emiatt lehet a komment szekcióban ezekről vitázni, illetve tapasztalatokat is nyugodtan megoszthattok, hogy ti külön csatornát csináltatok el, vagy maradtatok ugyanazon a csatornán, szerintetek rosszabb lett -e, vagy jobb lett -e a csatornátok mióta sorcok kerülnek fel rá, és hogy a nagy videókra van-e bármi negatív befolyásolással. Úgyhogy a szépen a figyelmet, találkozunk legközelebb. Ciao ciao.